ami a kenu illeti, ha már az adatoknál tartunk, ugyanez a hosszméret, 75 centi a legszélesebb pontján, és 16 kiló, tehát lényegesen súlyosabb. Pulai Imre tehát nagyon jó formában szerepet, Arne Nielsent játják a képen, ő az egyes pályán megy majd, amit hát az első futamban nem láttunk, ez elég szomorú, hogy a pályák egy részét kihagyják. A hármason Buhalov, az olimpiai bajnok, a kettesen Grár, meglepetésre alig ismert francia fiú jutott a döntőbe. Pulai Imre az ötös pályán, tehát hajóján majd ötös számmal látják. A négyes a román fiú Portnoy, Viktor Portnoy nagy ellenfél, a túlsó oldalon Martin Doktor, Csehszlovákia ugyancsak nagy ellenfél, de a nyolcason megy a sportág legnagyobb alakja, Klementyev. Iván Klementyev, aki tulajdonképpen négy nemzet színeiben, Pulai Imre látható a képen, a hatalmas termetű, kedves, csendes beszédű fiú, 27 esztendős, és kétszeres világbajnok ő ugyan, bár négyes hajóban, igazán még soha nem jött ki a formája a nagy egyes versenyeken, pedig mindig azt mondják, hogy na most, ha most vagy soha, ez most ismét a most vagy soha eset. A nyolcason Klementyevet látják, aki most speciál lesz színekben versenyez. Volt szovjet, orosz, lengyel, és most lesz. Elrajtoltak tehát a hajók, nem mondhatnám, hogy Imre valami nagyon gyorsan, de minden esetre ott van az első négyben már is, és ugyanígy indult ő tulajdonképpen a középdöntőben is, a 250-es részideje egyáltalán nem volt a legjobb. Figyeljék tehát az ötös számot, a hetessel együtt, az orosz Bounzal együtt haladva, de ott van a nyolcason Klementyev is, és hatalmas hajrázó a hármas pályán Buhalov, egyelőre csak a hajója felét látják. Pulai Imre most, mintha centiméterekkel bárde vezetne, ott a bójasorhoz képest, de hát nagyon-nagyon sok van még hátra. Most Buhalovot mutatják, mint a mezőny talán leghíresebb tagját, bár hát Klementyevvel nem nagyon lehet versenyezni e tekintetre, 36. éves egyébként Klementyev. Pulai Imre minden esetre vezet, a túlsó oldalán az egyik veszélyes ellenfél, a cseh Martin Doktor, aki Mexikóban negyedik volt. Imre egyébként ötödik, tehát mögötte végzett. Doktor most együtt haladt Pulaival. Ők ketten ezek szerint rendkívül erősen kezdtek. Különben a középutamban is egymás ellen versenyeztek, az Pulai nyerte. Mintegy másfél hajóosszal mentek el a mezőnytől ők ketten. Pulai és Doktor, csak Imre bírja végig. 500-on, amikor nagyon nagy fölénnyel győzött az előfutamban, azt mondta, hogy ezren ezt kell majd részidőnek mennem. Hát a középfutamban sikerült ilyen részidőt mennie. Most mint egy méteres előnye van tehát Pulai Imrének Martin Doktorral szemben, Buhalov egyelőre a harmadik helyen, Klementyev pedig meglehetősen hátul, de ez ne tévesszem meg senkit, a második 500 a félelmetes. Tehát Martin Doktor és Pulai Imre kettejük versenye pillanatnyilag, lassan a féltávnál vannak, és változatlan ők ketten haladnak az élen. Martin Doktor, mintha valamivel még Imre előtt is lenne, hatalmas iramot diktál a cseh fiú. Eddigi legjobb eredménye világbajnokságon egy ötödik és egy negyedik hely volt. Imre, ne hagyd magad, Imre, ne maradj le! Egyre erősít, egyre jobban elhúzni látszik tőle Martin Doktor, és Pulai Imre csak a második helyen. Azt hiszem, ez meglehetősen meglepi. Martin Doktor mutatja a kamera, csak nem egy hajóhoz már az előnye. A többiek e pillanatban ott Klementyev látható hátul a képen, meglehetősen lemaradva. Imre, gyerünk, 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 most már teljesen együtt Martin Doktorral, tehát behozta azt a hátrányt, mint egy 250 méter, 280 lehet hátra. Imre, gyere, 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 gyere! Fél méter előnnyel most már Martin Doktor előtt. Gyere, Imrém! Ez a most vagy soha esete. Egyre jobban úgy látom, sikerül elhúznia. Bár változatlanul elsőnek mutatja a kamera Martin Doktor, legalábbis azt hiszik, úgy látszik, újra visszajött mellé, bár én úgy látom, hogy Imre mintha vezetne valamelyest. És Klementyev, micsoda hajrával, nagyon kell rá vigyázni, remélem látja Imre, ott van a képen Klementyev.
Martin Doktor, mintha visszaesett volna, és Kulai 120 méterrel a cél előtt van a 180, és Klementje micsoda hajrával jön fel, vigyázni kell rá, Buhalov már nincs versenyben, Imre, látod-e Klementjevet? 3-4 hajóhoz az előnyed, már Martin Doktorral szemben, de Klementjev rettenetesen hajrázik, Imre most mindent bele, 3-4 hajóhoz az előny, Martin Doktorral szemben másfél hajóhoz, pedig Klementjevvel innen már nem lehet veszteni. Egy hajóhoz az előnye, Pulai Imre most bejelenthetem, világbajnok. Végre sikerült, végre a legjobbnak, sikerült a legjobb helyen is végeznie. És világbajnok Pulai Imre, második Martin Doktor, harmadik Klementjev. És ott lobognak a zászlók. Egy a jó 80-100 főre becsülöm azokat, akik a sportág szerelmeseiként eljöttek. Hát nagyon-nagyon megszolgálta ezt a győzelmet Pulai Imre. De már mondom, a futamok során is sejthető volt, csak ahogy mondtam korábban, el ne kiabáljam valahogy. És így hála Istennek nem kiabáltam el, és megvan egy olimpiai távon, ami nem csekélység, és ez a lényeg, 12 olimpiai táv van, hiszen most már fél szemmel, ha nem mind a kettővel az olimpiára lesünk, tehát Kulai Imre olimpiai távon világbajnok lett. Sok év után, kétszeri, négyesbeli szereplés után megvan a kenu király. Ez a közel két méteres fiú. Nem olyan könnyű kiszállni, a lábak gondolom remegnek, a hajót már viszik is hitelesíteni. Köszönjük szóval, megrémültem kissé, amikor azt kellett látnom, hogy Martin Doktor valahol egyszer csak 200-250 táján ráijeszt Imrére, és egyre jobban mellőle elhúz. Aztán úgy látszik, Imrében volt még vagy két lépcsőnyi tartalék, mert további két lépcsőben itt még együtt haladtak, és valamikor innen aztán egyre jobban elhúzott, hogy Klementjev micsoda hajrát vágott ki, az természetesen ma már senkit nem túlzottan érdekel, de egyszer csak már tőle is félni kellett, mert valami olyan elementáris erővel jött fel 500 után. Szerencsére nem tartott ki a szufla, hiszen ő már 36. éves, meg már eleget is nyert. 89, 90, 91, 93, 94, 83-ban már világbajnokságon kenu kettesben versenyzett, és második lett. A vertmezőnyt mutatják, ez még Klementjev a célba érkezésnél, úgy látszik, addigra viszont már oly mértékben elfogyott az ereje, hogy a 9-esen Röder is megelőzte, és a 7-esen az orosz Bones, ők hárman láthatók a képen. Nem, ez még a rajt annyira, ezért is vannak együtt, hiszen itt az 5-ös szám tetszik látni eléggé hátul, a legjobban az orosz Bones rajtol, nagy ünneplést kap a cseszurkolóktól, teljes joggal Martin Doktor is, aki mint a jövő szerepelhet, és megkaptam a hivatalos listát, a sokkal szomorúbb listát a kajak egyesekről. Bizony Borgyi Zsombor 9. volt már a 250 méternél, tehát az első 250 után. Bakó Zoltán. Ilyen beavatkozásra van ugyanis szükség. Jó lesz. Fasza. Imre, törőd le! Fülit szúrták meg mérés céljaira. Kapu Zoltán volt, aki egyébként a szakmai alelnöke a szövetségnek, és Kolmannak említettem, ő a győztes norvégnak a volt edzője. Tehát Zsombor 9., 8., 7. volt részideje, és aztán végül visszaesett újra a 9. helyre. Esélyesen volt a felső helyezésekre, a dobogóra. Kedves nézők, most lassan elbúcsúzunk.
és természetesen a további döntőket is élőben adjuk. Most vissza kell adnom a képet, hangot Budapestnek, de a következő szám a női kajak négyesek 500 méteres döntője, amire újra kapcsoljuk, illetve kapcsolja Budapest Duisburgot. Kenu 1-es 1000 méter új világbajnoka. Egyéb iránt, amit a verseny közvetítése közben mondtam, hogy Clementje mekkora hajrát vágott ki végül, alig maradt egy század, nem egészen egy század másodperccel a harmadik helyen, tehát majdnem befogta doktor. Imre viszont több mint egy másodperces előnnyel győzött. Három tizeddel még jobbat ment, mint az egészen kimagasló középutambeli ideje, amikor 4,5 másodpercet vert a második helyezetre és az egész mezőnyre. Tehát Ulai Imre, óriási tombolás, a magyarok az zászlókkal odajöttek a eredményhirdetés dobogójának közvetlen közelébe, legalábbis amennyire oda lehetett férkőzni. Ulai Imre 1967. november 14-én született, a Honvéd Vesszel versenyzője, Vaskuti István az edzője, a sokszoros világ és olimpiai bajnok. 1979 óta Imre kenuzik. Szöulban 6. volt ezen a távon, Barcelonában 5. a rövidebb távon 500 méteren. Világbajnokságon pedig, mint említettem, kétszer volt világbajnok a Kenu 4-esben. Clementjev gratulál. Említettem már, Clementjevnek alig, hanem az utolsó világbajnoksága, hogy még, ahogy mondják itt a fiúk, felszívja magát az olimpiáig, ki tudja. De biztos, hogy személyében az utóbbi évtizedek legnagyobb Kenu versenyzőjét tisztelhetjük. Ulai Imrének pedig mindenképpen végre 27 éves korára sikerült az, ami benne volt már hosszú-hosszú évek óta. Egy tökéletesen felkészített, rendkívül magabiztos versenyző a szorongatott helyzetben újra újítva biztos fölénnyel győzött. Bevallom, a norvég himnusz sem volt türelmük végigjártani, így hát nem panaszkodhatunk. Füleki András főtitkár gondoskodása, talán az egyik legszebb felvétel. Az a cappella, a kíséres nélküli kórus játszották a himnuszunkban. És most már felsorakoztak a hölgyek, hiszen pillanatokon belül következniük kell.